Köszöntöm tudományos magazinunk nézőit. A Quantum a koronavírus járvány miatt 5 hónap után jelentkezik új adással. Milyen volt Szeged környékének település szerkezete az őskorban? Miféle jótékony hatása van az emberi szervezetre a kapszaicinnek, azaz az erős paprikának? Egy szegedi cég a járvány alatt az egyik legjelentősebb magyar fertőtlenítőszer gyártóvá vált, hogy ez hogy sikerült elérniük, mindjárt kiderül. Végül pedig elmerülünk a nyelvhasználat finomságaiban, megtudhatjuk például, milyen többletjelentést hordoz, ha valaki egyenes kérdésre kitérő választ ad. Ezek mai témáink. Az M5-ös autópálya építése előtt jelentős leletmentő föltárásokat végeztek a régészek. A munkák egyik vezetője Szalontai Csaba volt, aki az itt keletkezett adatokból Szeged és környékének település történetét térképezte föl. Ebből egy nagy kötetet is összeállított. A szerzővel még a koronavírus járvány előtt beszélgettünk. 1998 után 6 évig ástak a város környékén. A legkorábbi megtelepedések emlékei a paleolitikum legfiatalabb korszakából származnak. Az öthalmi dombokon élt néhány vadász, nem tudni pontosan mennyi ideig, de aztán ők utána eltűntek, és a következő megtelepedési nyomok azok nagyjából a újkőkornak a leges legelején, a kőrös kultúra idejére tehetik. Ez körülbelül időszámításunk előtt 8000 környékétől számolhatunk azzal, hogy van állandó népesség a környéken, és onnantól kezdve lényegében minden korszak népei megjelennek, ha nem is Szegeden, de Szeged közvetlen környékén, és ezeknek a települése és a temető is föltárhatók, illetve föl is tártuk egy részüket. Két folyó találkozása a település történetben mindig csomóponti helyzetet jelent. Ilyen a Maros és a Tisza találkozása is. Ám itt szárazföldi utak is összefutottak. Az az úgynevezett balkáni út, ami ma egy eléggé közismert fogalommá vált, hogy ez egy több tízezer éves út, ami lényegében Kis-Ázsiától a Balkánon keresztül vezetett Közép-Európa, illetve Nyugat-Európa felé. Ez az út, ez itt ment át Szeged határában, de ugyanígy a Marosi útnak a folytatása, a szárazföldi folytatása a Duna irányába az is innen indult. Tehát ez Szeged helyzete, tipikusan csomóponti helyzet, ami ugye eleve azt generálja, hogy itt aztán későbbi korokban, vagy minden korszakban mondjuk régészeti lelőhelyre lehessen számítani. Ugye a nagy meglepetés az, hogy valójában lakatlan a város több ezer éven keresztül, mert csak bizonyos időszakokban élnek itt, amikor olyan száraz a klíma, hogy az árvízi kockázat minimálisra csökken, és biztonsággal tudnak itt megtelepedni. Ez a római kor, amikor is ugye a Partiscumnak a neve mindannyiunk előtt jól ismert. Római kor, illetve azt megelőző kelták és a szarmaták azok, akik itt élnek. Más korszakokban egyáltalán nincsenek itt nyomok, azért, mert az árvízi kockázat nagyon magas volt. A római kor után hosszú szünetet találtak a régészek. Szeged legközelebb a honfoglaláskor népesült be. A honfoglalók, akik ide érkeznek, ők sem a városban telepednek meg, hanem környékbéli vízrendszerek mentén, a dorosmai határban, a szatymazi határban, Röszkén, Algyön és nagy távolságról, úgymond a mai városcentrumtól, bent a városban egyáltalán nincsenek honfoglaláskori nyomok. Az első biztos nyom az a 11. századból van, amikor ugye forrásokból is tudjuk, hogy megindul a só kereskedelme Erdélyből, a Maroson keresztül, vagy a Maroson, és Szeged lerakó helyé válik, gyakorlatilag a só monopóliumnak az egyik fontos állomásává válik. Ez az első biztos nyomunk, és ekkortól lehet számítani arra, hogy a város létezik. Évszázadokig az emberek ugyanúgy szemléltek egy területet a megtelepedés szempontjából. Az volt a legfontosabb, hogy ne legyen nagy árvízveszély, és legyen jó termőföld. Azon a területen, ahol a későbbi Szeged kialakul, ez három kis pici sziget, ugye a Palánk, Felsőváros és az Alsóváros, ez a három kis sziget, ahol az ősi település magvakat ismerjük, olyan picik és annyira körül vannak véve vízzel, mocsaras területe, hogy oda nem igazán érdemes megtelepedni. És ezt következetesen csinálták a őskortól kezdve egészen az Árpád-korig az ideérkező népek, és mindegy kicsit távolabb laktak a folyóvíztől, olyan biztonságos környezetben, ahol a falvaikat nem veszélyeztette az árvíz, és megfelelő minőségű termőföldet találtak maguknak. A római és az Árpád-kor egyaránt szárazabb, melegebb időszak volt, ekkor a mai Szeged biztonságos vidéknek számított, a hajókat ki lehetett rakodni. A régészeti munkának az első fázisa a feltárás.
utána egy hosszabb értékelő időszak következik, ahol a föltárt adatokat elemzik. Amikor helyszínt keresnek falvaik számára, földművelés számára az ideérkező népek, akkor mindannyian következetesen a Matyér és a Fehértó partjára koncentrálnak. Ott ugyanis rendelkezésre állt megfelelő mennyiségű jó és jó minőségű ivóvíz, saját maguk, illetve az állataik számára, és megfelelő nagyságú szántók is rendelkezésre álltak azért, hogy ugye az élelmet meg tudják teremteni saját maguk számára. Ugyanakkor a Fehértó és a Matyér elég távol volt ahhoz a Tiszához, hogy ne legyen árvízi kockázat, és ebben következetes minden nép, aki ide érkezik. Vannak népek, amelyek életmódját tekintve mondjuk a nagy állattartással foglalkoznak, ők közelebb húzódnak a tiszai árterületekhez, azokhoz az alacsony ártéri részekhez, amiket rendszeresen elöntött az árvíz, és emiatt nagyon jó minőségű dúsfűvű legelők álltak rendelkezésre, és a nagy állatokat, a marhát, a lovat ott szépen lehetett legeltetni. Ez egyfajta életmódra utaló jelenség. A sókereskedelem monopólium volt, de ebből Szegednek is hatalmas bevételei származtak. A só volt ebben a korban a legfontosabb tartósítószer. Van egyfajta gazdagodás, ami nyilván a település gyarapodásával is mondjuk igazolható. Másrészt például a 14. századra Szeged a Magyar Királyság harmadik legfontosabb városává vált. Ugye Buda, Fehérvár után Szeged volt a harmadik legfontosabb, és olyan jogokkal rendelkezett, amivel ez a két nagyváros. Ez nyilvánvaló jól tükrözi azt a gazdagságot, ami az itteni kereskedőket jellemezhette. Ez a könyv Szeged születéséről szól, arról a nullapontról, ahonnan a város elindult. Kapszaicin az, amitől erősnek érezzük a paprikát. A tudomány már évtizedek óta kutatja, hogy sok mindenre használható ez az anyag. Most egy szegedi vezetésű team többek között reform élelmiszerek előállításához használja fel az általuk most szabadalmaztatott hatóanyagot, ami immunerősítő, gyulladáscsökkentő hatású. A szegedi ferencesek kertjében már a 17. században termesztették az Amerikából származó paprikát, ezután az alsóvárosiak is megtanulták, és ettől kezdve ősszel sok ház eresze alatt száradt a fűszerpaprika. A legszögedibb szögedi, Bálint Sándor szerint a földvére. A paprikát a Tiszán úszó vízimalmok megőrölték, ennek a piros paprikapornak a híre messzire eljutott egészen az Európai Unióig, ahol a kapszaicin új alkalmazása szabad utat kapott. Ennek a szabadalmak az alapján készítettünk egy kapszikel reform eszencia nevű oldatot, ami sűrítve tartalmazza azokat az anyagokat, amik élelmiszerekbe bevihetők. Ennek a fő hatanyagra természetesen a kapszaicin, azon kívül tartalmaz húminsavat és vizet. Szegeden nagy hagyománya van a paprika tudományos felhasználásának. Szentgyörgyi Albert a C-vitamint nagy mennyiségben a paprikából nyerte ki, és ez a felfedezés vezetett Nobel-díjához. Jancsó Miklós pedig a paprika csípős anyagát, a kapszaicint és annak élettani hatásait vizsgálta. Az ő tanítványa volt Szolcsányi János, farmakológus, aki később Pécset kutatta a kapszaicint kötő receptorokat. Eredményeit most egy szegedi csapat ültette át a gyakorlatba. A találmány előnye, hogy jótékony hatással van az egész szervezetre, hiszen nyomelemekben gazdag, fokozza a vitalitást és értágító hatású. Élelmiszerekben ez a különböző adagolással bevihető. Most az ajánlott adagolást, amit mi javaslunk, hogy mennyit vigyenek be, ez olyan, hogy a csípőség érzett küszöb értéke alatt legyen, de már hason. A speciális paprika kivonat joghurtba, kefirbe, gyümölcslébe vagy akár cikória kávéba is beletehető, így egy teljesen új, pikáns ízvilág érhető el. Ez úgy van kitalálva, megoldva, hogy amikor fogyassza mondjuk az ivólevet, ásványvizet, vagy tettük már sörbe is egyébként, alkoholmentes sörbe, nem veszi észre először a fogyasztó, mert nem csípi a nyelv gyökét. Eltelik egy kis idő, és akkor veszi észre egy olyan fél perc múlva,
valami történt, tehát értágító hatással melegségérzetet ad. Az eszencia összetétele gyorsítja az anyagcserét, ezért előnyösen alkalmazható testsúlycsökkentésnél. A termékgyártáshoz a szokásos sütőipari összetevőkön kívül felhasználtunk édesburgonyaport, céklaport, sárgarépa granulátumot, valamint a védjeggyel ellátott kapszikár eszenciát. Számos kutatás bizonyítja, hogy a tápanyagban gazdag élelmiszerek fogyasztása kedvező hatással van bélrendszerünkre, bélbaktériumainkra. És egy ilyen rozsban gazdag termék fejlesztése volt a célunk. A batátás céklás kenyérrel. Az új terméket Magyarország egyik legmodernebb sütőipari üzemének kemencében készítik Szegeden. Vizsgálatokkal bizonyított, hogy a termék szénhidrát tartalma csökkent, glikémiás indexe alacsony, tehát a vércukorszint emelkedése lassabban zajlik. A Reform Essencia az emelt rosttartalmú kenyér és péksütemény elkészítésén túl széleskörűen felhasználható édesipari termékek és kekszfélék gyártása során is. Egy tradicionális balatonkenesei pékség is beszállt a Reform élelmiszer előállításába Gyenge Katalin vezetésével. Az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt a kereslet az egészséges élelmiszerek iránt, ezért ezekben a termékekben jó lehetőséget láttak. Az ma már köztudott, hogy a jó emésztéshez mennyire fontos a rostban gazdag táplálék, ezt segítik ezek a termékek. A rosttartalma, ahogy utána néztünk, közel 200 országba nézelődtünk, hasonló magas rosttartalma nem készül kekszféleség. 8,4-8,8-nál mindenhol befejeződik, a miénk 13,4 rosttartalmattal tudtunk ezzel elérni ezzel az összetétellel. Táplálkozástudományi szakemberek szerint étkezési szokásaink miatt nem jut a szervezetünkbe elég cink és vas sem, ami számos betegséget idézhet elő. Ebbe a családba tartozik, ez egy külön család, ez az eszencia. Van olyan, amikben cinket is teszünk, valahol a vastartalmat emeljük meg, ettől különleges ez a keksz család. A korszerű olasz gépek segítségével nagy mennyiségű kekszet tudnak előállítani magas higiéniai követelményeknek megfelelően. Számos kiállításon vettünk részt, élelmiszeripari kiállításon, találmányi kiállításon, mindenhonnan komoly elismerést és eljöttünk el, meg volt a piackutatás, megrendeléseink vannak. Mi mindenképpen szeretnénk Magyarországon is forgalmazni. A tulajdonosi kör nagyon nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ez egy reform élelmiszer legyen Magyarországon is. Folyamatos innovációra van szükség, hogy gyorsan tudjanak reagálni a váratlan helyzetekre. Ezt mondják az egyik nagymúltú szegedi háztartási vegyipari cég vezetői. Ezért a vírushelyzet okozta kihívásokra reagálva villámtempóban hoztak létre egy új generációs gyártócsarnokot 1,3 milliárd forintból. Ezt tette lehetővé, hogy a 99 napig tartó veszélyhelyzetben 4 millió darab fertőtlenítőszerrel járuljanak hozzá a vírus elleni védekezés. Egyszerre feleltek meg a tudományos és a technológiai kihívásnak. A koronavírus idején egyetlen hét alatt készült annyi fertőtlenítőszer az egyik szegedi cégnél, mint 2019 utolsó negyedévében. Akkor 600 ezer liter gyártottak le 3 hónap alatt. Mikor megjelent Európában a járvány, ugrásszerűen megnőttek a megrendeléseik, és azt tapasztalták, hogy kapacitás bővítés nélkül nem tudják megfelelően kiszolgálni az igényeket. Akkor vált számunkra is egyértelművé, hogy Magyarországon jelentős fertőtlenítőszer gyártó kapacitással nem rendelkezik senki rajtunk kívül, ezért nekünk volt az a feladatunk, hogy hirtelen és gyorsan nagymértékben fejlesszük a gyártói kapacitásunkat. Előtte is nagyon sok fertőtlenítőszer gyártottunk, de viszont a járványhelyzet azt mondom, hogy százszorosára növelte az igényeket, ugye hirtelen számtalan új fogyasztónál, számtalan új szervezetnél, embereknél, tehát mindenki elkezdett egyszerűen sokkal-sokkal több fertőtlenítőszert használni. A koronavírus elleni védekezés kiemelten fontos eleme a megfelelő fertőtlenítőszerek használata. Múlt évben egy negyed év alatt gyártottunk körülbelül 600 ezer darab fertőtlenítőszert. Most volt olyan hét, miután itt
megcsináltuk ezeket a fejlesztéseket, amikor egyetlen egy hét alatt már 600 ezer darab fertőtlenítőszert összegyártottunk, tehát ez több mint 10-szeresére növeltük a kapacitásunkat, még ez sem volt elég, ezért szükséges volt az, hogy építsünk egy teljesen új gyárat, hiszen a termelőgépeknek kellett egy hely, ahova berakjuk ezeket a gépeket, viszont nem rendelkeztünk szabad helyjel, ezért a legfontosabb az, itt a mögöttem látható keverőgépeknek kellett építeni egy új üzemet, és utána pedig a ebben elkészülő termékek csomagolásához a kiszerelőgépeket. A gyártócsarnok rekordidő mindössze 6 hét alatt készült el több szegedi cég összefogásával. Elkezdődött a járványhelyzetben elindultak a lazítási folyamatok, addigra mi már teljes kapacitással rendelkezésre álltunk, és ez alatt a 99 nap alatt összesen 4 millió darab fertőtlenítőszerrel járultunk hozzá a védekezéshez. A mi cégünk elsősorban egészségügynek gyártott fertőtlenítőszereket. Ugye a kórházakban elvárás, hogy egy fertőtlenítőszer 15 másodperc alatt tökéletes hatást fejtsen ki, tehát aránylag gyorsan kell működni ezeknek a szereknek, hiszen ott nincs arra sok idő, hogy arra várjuk, hogy majd több perc alatt hason a fertőtlenítőszer, és ugye ezt a hatást, ezt biztosítani kell folyamatosan. Mi nem a WHO-s receptúrát használjuk, tehát a fluorinnak több mint 20 összetétele van. Ugye 40 éve gyártunk bradófertőtlenítőszereket, és jelenleg is közel 60 féle kiszerelésbe hozzuk forgalomba. Mind az alapanyagot, mind az elkészült terméket többszörösen be kell vizsgálni, ellenőrizni, folyamatosan ellenőrizni, a gyártás folyamatában is ellenőrizni. Tehát ezeket tehát elég szigorú folyamaton kell végigmenni, hiszen az az elvárás, hogyha bárki használja ezeket a termékeket, az mindig ugyanazt a hatást nyújtsa. A termékfejlesztésre és a minőségbiztosításra is hangsúlyt fektetnek a vállalatnál. A korszerű üzem automatizált, minden egyes művelet egy kezelőpanelről vezérelhető. Alapvetően két meghatározó üzemi terület van, az egyik a bekeverő üzemi rész, a másik a kiszerelő. Most itt vagyunk a bekeverő üzemben, ahol történik a fertőtlenítőszereknek a gyártása. Magán a területen van 7 keverő tartály, ahol történik a fertőtlenítőszereknek az összeállítása. Zárt technológiai csővezetékeken keresztül kerül a tartályba az alkohol, illetve a tisztított víz, amely megfelel a legmagasabb biztonsági követelményeknek. A fertőtlenítőszer kapacitásunk 56 ezer liter, tehát ez 56 tonna fertőtlenítőszer gyártására képesek vagyunk egy időben, és ez nyilvánvalóan a bekeverési ciklusoknak az ismétlésével növelni tudjuk a gyártási volument. A járvány első szakasza lecsengett, de a fertőtlenítőszerek iránt még mindig nagy az igény, ezért továbbra is folyamatos a gyártás. Ez a gép egyszerre 8 flakont tölt meg, és kb. 3 másodperc alatt ez meg is történik, majd a kupakzárás történik a gépsoron, összesen olyan 2000 darab is lejöhet óránként darabszámban. Ez a szegedi egyike volt annak a 6 magyar cégnek, amelyek biztosítani tudták a védekezéshez szükséges hazai gyártás fertőtlenítő mennyiséget az országnak. Sokan találják unalmasnak a nyelvészetet, pedig sok érdekes ága van. Az STL általános nyelvészeti professzora a nyelvhasználat szabályait kutatja. Például az az egyszerű ige, hogy iszik, többféle jelentést vehet föl. Nagy különbség, hogy valaki azt mondja, a baba iszik, vagy a férjem iszik. Ezekről a finom árnyalatokról beszélgettünk Németh T. Enikővel, aki kutatásaiért a közelmúltban akadémiai díjat is kapott. A nyelvészet közismert ágai a hangtan, az alaktan vagy a mondattan. Ehhez képest a pragmatika kevésbé ismert. Pedig nagyon érdekes. A nyelvhasználat szabályaival foglalkozik. A pragmatika pedig azzal foglalkozik, hogy a nyelvet különböző célok elérésére, különböző kontextusokban a beszélők hogyan használják. Például kommunikációban, vagy kommunikatív szándék nélkül információközlésben, manipulációban. Ezért pragmatikai szempontból nagyon fontos, hogy a valós nyelvhasználatot vizsgáljuk. Használnak szöveggyűjteményeket, de a nyelvészeknek néha gondolatkísérleteket is el kell végezniük. A gyerekek játszanak a szobájukban, és a szülők kint beszélgetnek a konyhába egy reggel, és
a gyerekek, el szeretnék kérni azt, hogy palacsinta legyen ebéd. És akkor, amikor beszélgetnek a szobába, akkor elég hangosan, úgyhogy a szülők is hallják, de nyilván nem nekik címezve, tehát nem azt mondják, hogy anya süssé palacsintát, hanem egymás között beszélgetnek, hogy hú, ma most mi rendet teszünk, aztán játszunk, stb., és milyen jó lenne palacsinta ebédre. Na most ez a milyen jó lenne palacsinta ebédre, ennek a megnyilatkozásnak az értelmezését, ugye az adott konkrét helyzetben benne vagyunk, akkor a gyerekek szándékaiból kiindulva lehet megmondani. Az elemző és az anya is egy gondolatkísérletet folytat le, hogy mi lehetett a beszélő ebben az esetben a gyerek szándéka. Valójában milyen szándéka volt a beszélőnek, a gyereknek, aki kimondta ezt a megnyilatkozást, azt ugye nem lehet tudni, mert a szándék az nem jelenik meg explicite, hanem a megnyilatkozásból, a szituációból és a háttérismeretekből kell kikövetkeztetni azt, hogy milyen szándékai lehettek, és a gondolatkísérlet az pont arra jó, hogy végig tudjuk szisztematikusan nézni ezeket a lehetőségeket. A példákban azt vizsgálják, hogy egy-egy ige milyen plusz jelentést kap a beszédhelyzettől függően. A baba iszik. A férjem iszik. Az iszik az egy olyan érdekes ige, amelynek... az argumentum szerkezetében a tárgyi argumentum, tehát valaki valamit iszik. És a valamit iszik szereplő esetében kialakult az isziknek egy úgynevezett habituális olvasata, ami az alkoholt iszik jelentést hordozza. Tehát amikor én azt mondom, hogy Jóska iszik például, akkor ez kétféle jelentésben lehet használatos. Az egyik az, hogy habituálisan alkoholt iszik, a másik jelentése pedig az a jelentés, amikor csak annyit tudunk, hogy valamilyen tipikus folyadékot iszik. Mert ha nem tipikus folyadékot inna, és erre utaltam az előbb azzal, hogy nem össze-vissza lehet elhagyni az argumentumokat, csak bizonyos feltételek fennállása esetén. Tehát, hogyha egy olyan kontextusban hangozna el ez a megnyilatkozás, hogy mondjuk sósavat iszik, akkor nem lehet elhagyni. Tehát a Jóska iszik, az nem tudja azt jelenteni, hogy Jóska sósavat iszik. Mert hogy az ivás számára a sósav nem tipikus folyadék. Arról, hogy melyik jelentés kerül előtérbe, gyakran a szövegkörnyezet ad eligazítást. Amikor a kontextus már habituális cselekvéseket sorolt, és úgy következett az iszik, például káromkodik, zsidózik, iszik. És akkor ott az isziknek csak az alkoholt iszik jelentése kerül aktív állapotba, mert előtte volt már két olyan másik ige, amelyek szintén habituális olvasatban volt. Sokszor a szituációból lehet megtudni, hogy egy szó jelentését hogyan értelmezhetjük és hogyan nem. Ezt Grice angol nyelvész elemezte. Ugyanaz az eset, ami ugye viccekben is előszokott fordulni, hogy kivel vacsoráztál egy nővel. És akkor ez az egy nővel, ez nem tudja az anyámat jelenteni, nem tudja a testvéremet jelenteni, a barátnőmet jelenteni, mert azt indukálja, azt a jelentést sugallja az egy, hogy nem ezekről van szó. Mert ha ezekről lett volna szó, hogy a Grice-i elv értelmében, vagy a Grice-i maximák értelmében, azt az információt kellett volna adni. A szükséges információmennyiséget meg kellett volna adni. És ha a beszél ezt nem adja meg, akkor ezzel valami plusz jelentés sugal. A harmadik, a leggyakoribb eset, amikor a sugalt jelentés csak az adott beszélgetésből következtethető ki. Az a baj, ketten nem győzzük ezt a nagy gazdaságot. Nem lenne kedved beállni hozzánk? Én már berendezkedtem Pesten. Van munkám és szállásom. Ilyenkor az történik, hogy a beszélő látszólag megszegi az úgynevezett együttműködési szabályokat, vagy elvekt, ami azt jelenti, hogy minden beszélgetésnek van egy célja, meg egy közösen elfogadott iránya, és ez azt jelenti, hogy a beszélő igyekszik ennek a célnak és iránynak megfelelően megadni a szükséges mennyiségű információt, hogy a beszélő igazat mond, hogy a beszélő érthetően fogalmaz és releváns. Na most, hogyha ezeket a úgy hívjuk ezeket, hogy maximák, ez Kant nyomán, a kanti kategóriák nyomán vannak ezek a maximák, hogyha a beszélő ezeket látszólag megszegi, akkor ez egy heurisztikus eszköz arra, hogy a hallgató elkezdjen gondolkodni, beindítsa a következtetési mechanizmusait, és észreveszi azt, hogy az, amit a beszélő mondott szó szerint, az nem megfelelő a szituációban, tehát nekem gondolkodni kell azon, hogy vajon mit sugallhatott még, és akkor így kitalálja. Rezső kedves, akkor egy ebéd utáni kávéra meghívhatlak? Kösz, Tündér királynő, de most írom a cikkemet abba a Csúnya Demokratába, és ha kések, akkor lesz ide szerkesztő. Ezek mind a két beszélgetés részletben alkalmi társalgási implikatúrát sugat, visszautasítások vannak.
A visszautasítás az nem egy preferált válasz egy meghívásra vagy egy kérésre, és gyakran udvariassági okok miatt nem mondunk nyíltan nemet, de egy ilyennel, hogy kösz, de azt jelezzük, hogy nem fogadjuk el a meghívást, vagy hogy visszautasítjuk a kérést. Ezek ilyen sugallt jelentések. A nyelvészetet sokan gondolják fölösleges tudománynak, amelynek kevés a gyakorlati haszna. A vele foglalkozó tudósok ezzel nem csak személyes okok miatt nem értenek egyet. Németi Enikő szerint, ha ismerjük a nyelvhasználat szabályait, attól nyomban jobban is érezzük magunkat. Például, hogyha tudjuk azt, hogy hogyan vegyük figyelembe, hogyan működik a perspektivikusság és az intencióknak a felderítése a nyelvhasználatban, akkor jobb kommunikátorok tudunk lenni. És van egy csomó olyan szakma, ami kommunikáción alapszik, például tanároknak a munkája, tehát tanár-diák dialógusok, orvos-beteg dialógus, a bírák esetén nagyon érdekes az, hogy ugye például a manipulációnak az elkerülése, a befolyásolásnak az elkerülése, hogy a bíráknak intézményi feladata, a szerepköréből adódóan az a feladata, hogy befolyásolásmentesen kérdezzenek. De ez a tudás nagyon fontos a párkapcsolatokban vagy a családon belül is. Ezeknek a közvetett formáknak a használata nagyon fontos. A kommunikációnak két nagyon lényeges aspektusa van. Az egyik a racionalitással kapcsolatos, tehát hogy hatékony információcsere tudjon történni, a másik az interpersonalitás, a személyköziség, hogy udvarias személyi kapcsolatokat ápoljunk. Ezt a kettőt kell összehoznunk. Egyébként ez kultúra függő, hogy vannak olyan kultúrák, amelyek inkább magasabbra rendezik, tehát fontosabbnak vélik az udvariasságot, mint a racionalitást, és más kultúrák fordítva. De ez mindenhol univerzálisan megfigyelhető, hogy a személyközi kapcsolatok ápolása érdekében használunk indirekt formákat, közvetett formákat, azaz nem mondunk nyíltan ellent, ezért van az irónia is például, nem mondunk nyíltan ellent, nem utasítunk vissza direkt módon, hanem ezeket az indirekt formákat használjuk. Önök a Kvantumot látták a Szegedi Tudományosság friss híreivel. Ha a koronavírus is úgy akarja, augusztusban jelentkezünk legközelebb. Tartsanak velünk akkor is. A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.